csúcstermés almából, országosan nem, de a megyében megfelelő a mennyiség. Magyar gulág kiállítás nyílt a kényszertáborok világáról Máté Szalkán. Kórházi sövénylabirintus, a beteg gyerekek szórakoztatására építik civilek az útvesztőt. Javában tart az idei alma feldolgozása az üzemekben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ebben az évben csúcstermést értek el a gazdálkodók, de csak itt országosan inkább közepes a hozam, körülbelül 550 ezer tonna termet. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Idén elhúzódik az almaszüret, amelynek nem az időjárás, hanem a munkaerőhiány az oka. A felvásárlók azonban cáfolták azt a hírt, hogy csak november 20-áig lehet üzemeikbe beszállítani a leszedett almát. A minőség ellenőrzés követően a billentőn keresztül kerül a vásárosnaményi gyümölcsfeldolgozó silójába a beérkezett alma. Rögtön át is mossák, majd a tároló silóba jut, innen pedig egy újabb mosás után a darálóházba. A darálóházban a válogató kollégák elvégzik az alapanyag válogatását, ahol a romlott alapanyagot, illetve az idegen anyagokat kiválogatják. Ezt követően történik egy darálás, és a zúzaléknak a melegítése 25 Celsius fokra. A melegítés követően a présteremben található zúzaléktartályba tároljuk a így kerekedett zúzalékot, azt követően pedig préseljük. Présés után két frakciónk van, egyik az úgynevezett nyerslé, a másik a törköly. A törköly szállításra kerül, a nyerslé pedig szűrés után egy tartályba, ahonnan pedig az elősürítőre. Elősürítés követően a kerekedett levünket szűrjük, derítjük, majd pedig történik a végsürítés, ahonnan már a tárolótartályokba kerülnek. Mindez a beérkezéstől számítva mintegy 20 órát vesz igénybe. A minőség ellenőrzés követően egyébként további tartályokban tárolják a kész almalé sűrítményt. Itt pedig már a kamionokban szállításra várva, hogy jellemzően gyümölcslé vagy szájder készüljön belőle. Az időjárás idén nem nehezítette a betakarítást, enélkül sok gyümölcs maradt volna a fákon. Nem jellemző egyébként, hogy ilyen sokáig elhúzódik a szüret. Ennek az az oka, hogy kevés az ehhez szükséges munkás kéz. A mennyiségre ebben az évben nem lehet panasz. A tavalyi elfogyás után sok kertben csúcstermések vannak. Országosan ez nem mondható olyan. Egy ilyen 500-550 ezer tonna terem, amikor ilyen sok termés van az egész országban, akkor ez megközelíti a 900 ezer tonnát, úgyhogy nem mondhassuk, hogy egy olyan közepes termés, vagy talán azt mondhassuk, hogy egy közepes terméssel állunk szembe, de rettenetes piaci zavarokat okoz ez is. A vásárosnaményi feldolgozóban a tervezett mennyiséget sikerült felvásárolni, amelyre egyébként augusztus 1-jéig kellett leszerződni a termelőkkel. Az alapanyag mennyiség az évről évre közel azonos, ami most ebben az évben nagyobb problémát jelentett, és ez a jövőben is erre fel kell készülnünk, hogy egyre nagyobb mennyiségben érkezik be hozzánk idegen anyag, ami főleg falevél, faág, illetve kő, ami ugye a gépi betakarítás követően, a porkosi rész azt követően pedig hozzánk kerül. A termelők körében a közelmúltban elterjedt az a hír, hogy a feldolgozók csak november 20-áig veszik át a szállítmányokat, ez azonban nem igaz. Az üzemek ezt követően sem zárnak be, és általában a korábban megállapodott átvételi árak sem változnak a feldolgozási szezon végéig. Máté Szalkára érkezett a Magyar Gulág című utazó kiállítás. A tárlat Magyarország 1945-től 1956-ig terjedő időszakáról szól. A szervezők célja az, hogy a fiatalok is megismerjék a kényszermunkatáborok történetét. A tárlat november 23-áig látogatható. A Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központ és Színház belső udvarában nyitotta meg kapuit a Magyar Gulág című utazókiállítás Máté Szalkán. A tárlatot a kényszermunkatáborok megnyitásának 70. évfordulójára állították össze. Bank Barbara történész azt mondta, elsősorban az ismeretterjesztés a célja a kiállításnak.
A kiállítás célja egyrészt a fiataloknak egy képet nyújtson, egy tájékozódási lehetőséget nyújtson ezekről az évekről, úgyis, mint 1945 és 56 közötti magyar történelemről, aminek van egy előzménye. Konkrétan az 50 és 53 közötti időszakról, a Rákosi diktatúra a legsötétebb részéről szól, és abból is az úgynevezett internálásokról és a kényszerlakhelyre hurcolásokról. Erről nem nagyon tudnak se a diákok, a felnőttek is gyérebben, és a cél az volt, hogy minden korosztályt, minden réteget megszólítsunk vele, ne legyen hosszú, mégis tájékozódást nyújtson, és ez egy egész komplexen felépített nem csak kutatás volt, hanem bemutatási rendszer is, úgymond, hiszen nem csak kiállítás van, hanem kiállítási katalógus van. Van egy 15 perces rövid film, hogy minél jobban megértsék ezeket a fogalmakat és azt, ami történt akkor. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalok nagyon kevés információval rendelkeznek erről a korszakról. A történelem órákon pedig nincs idő arra, hogy kellő mélységben megismerjék az 1944-től 56-ig terjedő időszakot. A kiállításon megtekinthető a Mi rendszer ellenségei című rövid film is. Nincsen időre, mármint ugye ez egy 20. század, 45 utáni történelem, nem mindig van idő rá, hogy már átvegyék történelem órán, nem biztos, hogy van idő külön órákon is ezzel foglalkozni, és így elsikad, már pedig nagyon fontos, azt gondolom, hiszen a magyar társadalomnak a nagyon nagy része érintett ebben, még hogyha a diákok nem is tudják, hiszen nem lehetett róla beszélni a rendszerváltoztatásig. Utána is azért van, aki még ma is fél, tehát nem mindenki szólalt meg, nem mindenki mondta el, főképpen otthon se. Vannak olyan unokák, dédunokák, akik tőlünk tudják meg, hogy mi is történt a családjaikkal. A szervezők munkáját nehezítette, hogy az időszakról alig maradtak tárgyi emlékek, fényképek és dokumentumok, mivel azokat az 50-es években az Államvédelmi Hatóság munkatársai megsemmisítették, és a zárt munkatáborokban sem készülhetett fénykép. A kiállításon az elkészült film mellett levéltári dokumentumokat használtak, rövid összefoglalókkal, térképekkel, életképekkel mutatják meg az elveszett valóságot. Tudományos napot tartottak a Nyíregyházi Zay Anna Technikumban, az egészségügyi középiskolában előadásokkal és gyakorlati bemutatókkal várták a diákokat. Az intézmény népszerű, a végzősök közül sokan tanulnak tovább a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. 35. alkalommal szervezték meg a Zay hetet, amelynek középpontjában az egészségmegőrzés és a betegségmegelőzés áll. A szervezők a járványügyi intézkedéseket betartva idén is változatos programokkal próbálják felhívni ezekre a diákok figyelmét. Ökofal és egészségsarok is segíti a cél megvalósítását. Az intézmény aulájában pedig Kukas Karolina Eszter fotóművész kiállítását tekinthetik meg egész héten. A hátrányos helyzetről, a mély szegénységről szól, és azt gondolom, hogy igenis ki kell nyújtani a kezünket azok felé, akik ebben a helyzetben vannak, és mivel a mi szakmánk, amiket oktatunk az egészségügyi és szociális szférában is ehhez kapcsolódik, ezért ez nagyon fontos feladatunk. A hét többi napján is interaktív előadások várják a tanulókat, amelyeken kiemelt figyelmet kap a gyakorlati és az elméleti képzés. Ez mind a diákok, mind az oktatók szempontjából fontos, hiszen az elmúlt években, mint minden terület, az oktatás technológia is fejlődött. Olyan új eszközöket vezettek be, amelyek segítségével a végzett hallgatók a lehető legnagyobb rutinnal kerülhetnek be az egészségügybe. Az elmúlt 10 évben számos képzőintézményben, illetve számos egészségügyi intézményben úgynevezett skill laborok, vagy klinikai demonstrációs egységek kerültek kiépítésre. Itt Nyíregyházi Kórházban is megtörtént az infrastruktúra, illetve az eszközök beszerzése. Tudomásom szerint most a COVID helyzet miatt az átadás az még egy picit csúszik, de ezekkel a laborokkal és magas hűségű szimulátorokkal tudjuk azt a képességet elérni, hogy a tanulóink, hallgatóink már a betegágy melletti gyakorlat során is megfelelő képességgel, jártassággal, rutinnal, manualitással kezdjék meg a betegellátást. Ez a tanulók és a betegek biztonságát is szolgálja. A folyamatos fejlődés szempontjából pedig fontos, hogy a diákok minél több tudományos kutatásban vegyenek részt.
Ezt a célt szolgálja a tehetséggondozás is, hiszen a Zaiban végzettek rendszeresen folytatják tanulmányaikat a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. Az egészségügyi szakterületek jelentősége mindig vastagon aláhúzott, és folyamatosan felértékelődik. A presztízse azt gondolom, hogy az utóbbi időben nő. Nyilván a nehézségek is az elmúlt időszakban jellemzően gyarapodtak, de ezek a nehézségek is azt gondolom, hogy az egészségügyi szakembereknek a szükségességét mutatják, és azt, hogy az egészségügyi ágazaton belül mindig szükség van jól képzett, szakmailag és tudományosan is képzett szakemberekre. Ezt a célt nem csak az első alkalommal megrendezett tudományos nap, az egész hét programjai szolgálják. A hagyományőrző Zai hét november 19-én az Összefogás erejével érzékenyítünk című előadással és táncbemutatóval zárul majd. Játékos sövény labirintussal gazdagodik a József András Oktatókórház játszótere. Az ezer dalap palántával ültetett útvesztőt a Denevér Barlang Kutató és Szabadidősport Egyesület ajánlotta fel. A kórház főigazgatója azt mondta, a civil adományok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a beteg gyerekek minél komfortosabb környezetben gyógyulhassanak. Még mindössze 30-40 cm magasak a József András Oktató Kórházi játszótere mellé ültetett sövény tövei. Jövő tavaszig még biztosan várni kell arra, hogy feladja a leckét a beteg gyerekeknek a kijutása a labirintusból. Madártávlatból viszont már most is kirajzolódik az útvesztő, amit a Denevér Barlang Kutató és Szabadidősport Egyesület álmodott és valósított meg. Ezzel az apró ajándékkal szeretnének aktív kikapcsolódási lehetőséget nyújtani a gyermekek számára. Az egyesületünk tájékozódási sportokkal is foglalkozik, és a Bújtoson egy hasonló sövénylabirintusban futkoshatnak a gyerekek. Azt vettük észre a programjaink során, hogy nagyon lelkesen kihasználják ennek a labirintusnak az adottságait, szeretnek benne bolyongani, keresgélni, mindenféle feladatot végrehajtani, és innen jött az ötlet, hogy ezt az egyébként sima zöld felületet itt is be lehetne ültetni ilyen labirintusra, hát ha örömet okozna egyrészt a kórház levő gyerekeknek, akik akár tartósan itt vannak, másrészt pedig a dolgozóknak, vagy bárkinek, aki a kórház udvaron keresztül megy, egy kis üdes színfolt lehet ez a labirintus. A labirintus közel 150 négyzetméteren fekszik, a sövénysor 1000 darab palántája pedig 143 méter hosszan képez majd falakat. Szondi Zita, a kórház főigazgatója elmondta, az intézmény dolgozóinak áldozatos munkája mellett a civilek rendszeres felajánlásai is hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek komfortos környezetben gyógyulhassanak. Ez egy összefogást jelképez. A civil egyesület és a kórház dolgozói közösen szervezték meg ennek a területnek a kimérését, kiépítését és a sövények elültetését. A gyerekek számára pedig fontos az, hogy milyen környezetben gyógyulnak, hogy milyen környezetben töltik azokat a napokat, amikor betegség miatt ellátásra szorulnak. És azt gondolom, hiszem, hogy a játszótér mellett egy ilyen zöld felület az mindenképpen az egészségüket szolgálja. Látványnak is nagyon szép lesz, amikor majd kizöldül és tavasszal majd cseperednek ezek a kis sövények, akkor éppen a gyerekosztály ablakából szépen rá lehet majd látni. A növényeket tehát már a TIA folyamán gondozzák, hogy aztán március-április környékén örömüket lejjék benne a kórház fiatal betegei. A baglyok kiemelt biológiai szerepére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A madarak városi jelenléte azért fontos, mert segítenek kordában tartani a városokban is problémát okozó egerek és patkányok elterjedését. Műfészkek, költőládák kihelyezésével lehet segíteni a baglyok költését, mivel ezek az állatok önállóan nem képesek fészket rakni. Egy ilyen erdei fülesbagoly évente 1000-nél is több rágcsálót zsákmányol. A kisebb termetű bagolyfajok pedig rengeteg kártevő rovart is elfogyasztanak, ezért nem mindegy, hogy lakott területeinken mennyien élnek, vagy egyáltalán élnek-e ezek a madarak.
A bagjaink alapvetően, különösen a lakott területen is élők, alapvetően elsősorban kisrágcsálókat fogyasztanak. A leggyakoribb magyarországi és egyben lakott területen is fészkelő vagy költő bagolyfaj az erdei füles bagoly. A bagyok alapvetően nem vonulók. Gondoljunk bele, hogy egyetlen egy erdei füles bagoly évente 1000-nél is több kisrágcsálót fogyaszt el. Ez önmagában már jelzi, hogy miért fontos jelenlétük. A kisrágcsálók, elsősorban az egerek, ide tartoznak a patkányok is, és különösen utóbbiak bizony a lakott területen is problémát tudnak jelenteni. Elsősorban a patkányokra gondolva például vezetékek megrágásával, de alapvetően ugye közegészségügyi, járványügyi kockázatot is jelentve. A baglyok megtelepedésének egyik legfőbb akadálya a megfelelő fészkelőhely hiánya. Ezek a madarak ugyanis nem tudnak fészket építeni. Olyan helyet kell keresniük, ahol a tojások biztonságban vannak. Napjainkban most már a rendelkezésünkre áll az a tudás háttér, amivel segíteni tudjuk őket. Akár egy kiszolgált vesző kosár kihelyezésével, amit mondjuk kívülről csibedróttal megerősítünk, a vércseköltőládák kihelyezésével, kúvik költőláda, gyöngybagoly költőláda alkalmazásával a közelünkben lehet segíteni a költésüket, illetve nagyon fontos a lakott területeken lévő varjúfészkeknek, illetve varjúféle fészkeknek a kímélete megtartása, hiszen ezekben tudnak fészkelni a településen is költő baglyok. A baglyoknak kirakott műfészkek, mesterséges odúk esetében alapelv, hogy ezekben mindig száraz szövet, hullott lombot vagy faforgács fészekanyagot kell tenni, amiben a tojó alakítja ki a tojásoknak a fészek mélyedést. Magyarország 10 fészkelő bagolyfajtájából 5 lakott területen is él, vagyis kimondottan emberkövetőnek számít, ezért fontos, hogy az emberek megfelelő tudással megsegítsék a baglyokat. Állatkínzással vádol a Mátészalkai ügyészség egy szatmári településen élő férfit, aki a vádirat szerint kihasználva, hogy szomszédja nincs otthon, átment annak kertjébe, és ott egy karóval addig vert egy kölyök kutyát, míg az elpusztult. A tetemet pedig a kert végében lévő trágyadombon elásta. Az ügyészség felfüggesztett börtönt és 80 000 forint pénzbírságot javasol a férfi ellen. Az ügy a Mátészalkai járásbíróságon folytatódik. Vendéggyőzelem született a női kézilabda MB2 keleti csoportjának megyei rangadóján. A Mátészalkai MTK 8. fordulóban a Vitka SE csapatát fogadta, és 28-20-as vereséget szenvedett ellenfelétől. A Mátészalka legközelebb Hevesen lép pályára, a Vitka SE pedig a Hajdúböszörményt fogadja. A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, az első negyed órában 3-4 góllal vezettek a több játékosát nélkülöző Mátészalka ellen. A házigazda az első félidő hajrájában utolérte ellenfelét, sőt a vezetést is átvette, de végül egy gólos Vitkai előnnél vonulhattak pihenőre a játékosok. A második játékrész elején percek alatt 6 góllal ellépett a vendégcsapat, és ezzel gyakorlatilag el is gyúlt a mérkőzés. A folytatásban már csak a különbség volt kérdéses, végül 8 góllal nyert Dévényi János együttese. Az edző a győzelem ellenére sem volt elégedett csapata teljesítményével. Fegyelmezett védekezést szerettem volna, tehát ezzel a csapat ellen a beálló körül védekezésünk tragikus volt. Helyeztünk el megfelelő megállító fautokat, illetve a csapdákat. Nem nyitottuk úgy, ahogy kellett volna, hogy ez egy könnyebb győzelem legyen. Az első fél időben ugyebár szoros is volt a mérkőzés. Emiatt, illetve támadásban olyan blődliket, tehát ez a komédiában illő történet itt ezekkel a cserékkel mindkét csapat részéről, tehát azért mondom, tehát már, amikor már nincsen lejjebb szint volt. Itt is nálunk is, meg a Mátészalka csapatánál is ugye voltak rossz cserék, tehát az legutóbbi 20 mérkőzésen nem történik ilyen. Nem láttam ennyi ilyen mennyiségbe, úgyhogy úgy az egész meccsbe lesüppett egy ilyen semmilyen színvonalba. Támadás befejezésünk nem voltak átgondoltak emberelőnyt, amikor emberelőnyt voltak, nem emberelőnyt játszottunk. A hazaiak edzője szerint a szűkös játékos keret is közrejátszott abban, hogy csak egy fél időn keresztül tudták tartani a lépést a Vitkával.
Az első fél idővel meg vagyok elégedve, tehát hogy ott nem nagyon tudnék mibe beleszólni. A második fél időben elfáradtunk, nem koncentráltunk, nem törtünk rá a falra, passzívan játszunk, nem merünk lőni, nem adjuk a labdát időbe, a szélsőinket nem használjuk ki, pedig nagyon jó szélsőink vannak, és ezek a hibák, ezek nem férnek bele. Én bízok a lányokban, meg mindig jó kedv van, nem szoktunk általában szomorkodni, tehát mindig jó a hangulat, és próbálom áttörni ezt a hullámvölgyet, hogy együtt majd közösen kijövünk belőle, és akkor, ha nem is ebben a szezonban, de a másodikban még jobban tudjunk teljesíteni. A tabella élén a DVSC 22-es csapata áll 16 ponttal, 100%-os teljesítménnyel, a 14 pontos Füzesabony és a 13 pontos Vitkaes előtt. A 9. fordulóban a megyebeli csapatok közül a 6. helyen álló Máté Szalka Hevesre látogat, a Sereghajtó Káló Semjén Salgótarjánban lép pályára, a Vitkaese pedig a Hajdúböszörményt fogadja. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Javában tart az idei alma feldolgozása az üzemekben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ebben az évben csúcstermést értek el a gazdálkodók, de csak itt, országosan inkább közepes a hozam, körülbelül 550 ezer tonna termett. Idén elhúzódik az alma szüret, amelynek nem az időjárás, hanem a munkaerő hiány az oka. A felvásárlók azonban cáfolták azt a hírt, hogy csak november 20-áig lehet üzemeikbe beszállítani a leszedett almát. Máté Szalkára érkezett a Magyar Gulág című utazó kiállítás. A tárlat Magyarország 1945-től 1956-ig terjedő időszakáról szól. A szervezők célja az, hogy a fiatalok is megismerjék a kényszermunkatáborok történetét. A tárlat november 23-áig látogatható. Játékos sövény labirintussal gazdagodik a Józsa András Oktató Kórház játszótere. Az 1000 darab palántával ültetett útvesztőt a Denevér Barlangkutató és Szabadidő Sport Egyesület ajánlotta fel. A kórház főigazgatója azt mondta, a civil adományok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a beteg gyerekek minél komfortosabb környezetben gyógyulhassanak. November 16-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, és szerda este is beszámolunk majd önöknek a megye legfontosabb történéseiről. Számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Kedd este derült lesz az ég felettünk, de hajnalra beborul, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, általában -2 és +3 fok közé hűl le a levegő. Szerdán marad a néhol napos, néhol borongós idő, de eső nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 12 fok között valószínű. A hét további részében marad a hideg, őszies idő.